Nem hosszabbította meg az Uber hétfőn lejárt taxiszolgáltatás engedélyét az illetékes londoni közlekedési hatóság. Az indoklás szerint a cég nem felel meg az engedélyek birtokosai számára előírt feltételrendszernek. A vállalat 21 napon belül fellebbezhet, már jelezték is, hogy fognak, és annak elbírálásáig folytathatja tevékenységét a brit fővárosban. Az Uber 2 éve is így járt, akkor a fellebezés elbírálása után teljes körű engedélyt kapott 15 havi próbaidőre. Sadiq Khan azt közölte, tudja, hogy a mostani végzés nem lesz népszerű az Ubert használók körében, de az önkormányzat számára éppen az ő biztonságuk a legfontosabb tényező. A londoni polgármester kitért arra is, az ellenőrzések 14 ezer olyan utasszállítást tártak fel, amiket csalósofőrök végeztek. Felmerül a gyanú, hogy ezekben az esetekben az utasok jogosítvány nélküli vagy felfüggesztett engedélyű gépkocsi vezetők autójába ülhettek be. Az Uber közleményében elhibázottnak nevezte a londoni városháza döntését. A cég vezérigazgatója szerint az elmúlt 2 évben alapjaiban változtatták meg londoni működésüket, minőségjavító intézkedéseket hajtottak végre, és ezen az úton kívánnak tovább haladni azon sofőrök és utasok millióinak érdekében, akik rájuk támaszkodnak. A cégnek egyébként 45 ezer sofőrje van Londonban, és a kocsi rendeléshez szükséges mobiltelefonos alkalmazás csak nem 4 millió londoni töltötte le. Az Uber gyakorlatilag az összes brit nagyvárosban jelen van, de működése csupán Londonban került veszélybe.